A Karcagi Nexus Egyesület 14 műfecskefészket ajándékozott a Beregfürdői Gyógy- és Strandfürdőnek, amelyeket a kempingben lévő nyári konyha épületén helyeztek el. A fiatalokból álló karcagi civil szervezet kísérleti jelleggel már a Kádas-György egymi épületénél is helyezett ki korábban műfészkeket. A karcagi településen is már helyeztünk el fészket, ez főleg a Kádas-György egymi intézmény területén valósult meg, de ezek még, ugye, még inkább prototípusok, hiszen mi magunk is kísérleteztük, hogy pontosan mik azok a méretek, hogy megfelelőek tudnak lenni a fecskék számára, és itt Beregfürdőn is 14 darabot helyeztünk el, most jelenleg keleti és nyugati fekvésnek megfelelően, de a jövőben, tehát 2022 tavaszán kívánunk egy jóval nagyobb lélegzetvétellel, már nem a második, hanem az első fészekai építésnek az időszakát kihasználva fészkre telepíteni, hogy minél több fecskét tudjunk bevonni ide a lakókörnyezetünk közvetlen környezetébe. Jövőre legalább 100 műfészket szeretnének Karcagon és Beregfürdőben kihelyezni, ezzel is segítve ezen hasznos madarak tevékenykedését. Az ötletet néhány tagunk vetette fel számunkra, akik nyomon követik a Tiszató térségének a fejlődését, hiszen mi magunk is ilyen fontosnak tartjuk azt, hogy a térségünk is fel tudjon zárkózni minél inkább a turizmus, illetve a turisztikai attrakcióknak a környékén, ugyanígy a környezetvédelem területén is, és ott láttuk, hogy a Tiszató környékén is több fecskefészket telepítenek, amelyeket mesterségesen készítenek el, és utána helyeznek ki, hogy minél inkább vissza tudják hozni a város közelségében a fecskéket, hiszen a házszáji gazdálkodásnak a megszűnését követően jelentős mértékben lecsökkent a városokban lévő fecskepopuláció száma. Ezzel minden rendszerváltás óta jól tetten érhető, de utóbbi években minél inkább, hogy az állattartás a városi közegben lecsökkent, azzal párhuzamosan a fecskéknek a lélekszáma is jelentős mértékben apadt a városnak a környékén, és ezt szeretnénk mi is most kicsit visszahozni, ezt szeretnénk mi is, hogy a fecskék újból visszatérnek közénk, és hogy a tavasz és a nyár folyamán egy közösségben tudjuk a nyarat kievezni, és a szabadidőnket pedig megfelelő körülmények között kievezni. A fecskék is már ismerkednek a mostani fészkekkel, gondolom én rendkívül új a számukra, hogy ezeket a mesterséges fészeket elkészítettük. Az fontos kihangsúlyozni, ezek kézzel készített egyedi fészkek, amiknek az elkészítésén igen nagy precizitást és pontosságot igényel, hiszen hogyha a szakemberek által, illetve a fecskék által ajánlott méretű egy kicsit már eltér az így megalkotott fészeknek a mérete, illetve az aránya, akkor a fecskék már nem fogják annyira otthonosan használni ezeket a fészkeket, és nem is biztos, hogy be fognak költözni ezekbe a fészekbe, úgyhogy igen nagy körültekintése kell eljárni annak, aki ilyeneket szeretne készíteni otthon saját kétkezileg. A kezdeményezést köszönettel fogadta Hosszú András, a Beregvíz Kft. Ügyvezető igazgatója, hiszen a településen sok fecske van idén-nyáron is. Összesen 14 darabot készítettünk. Most már igazából a fecskéken múlik az egész. Azt gondoljuk, hogy ugyanolyan sikeres lesz, mint az előző ütem. Nagyon várjuk, hogy betelepüljenek, mert ez igazából egy biológiai rovarítás, ugye a turizmusban élünk, úgyhogy segít nem a vegyszeres, hanem a természetes rovarításban is, így a vendégeknek is sokkal egészséges környezetet tudunk biztosítani. A kempingben a vízpart horgásztó mellett sok szúnyog jelenik meg nyaranta, és ezek a kis hasznos madarak ezek írtásában is segítenek bennünket. Ezáltal az ide érkező turisták komfortérzetét is javítják, mondta a kempingvezető, aki reméli, hogy hamarosan belakják a felhelyezett műfészkeket a fecskék, hiszen a kemping recepció épületén található fészkekben már vannak kis fecskék. Szerencsére nagyon sok ilyen fészkünk van, egyet sem verünk le, tehát óvig a környezetét, a tó közelsége biztosítja nekik a táplálékot, a rovarokat, viszont ugye az előzőleg említett vendégek nem mindig szeretik ezt, de minél több fecske lesz, annál több rovar tudnak megenni, így ezt folytatni fogjuk tavasszal, ez az elhatározás a Nexus Egyesülettel, és úgy gondolom ez menni is fog továbbra is.